Get ready. A Fonó egyik legrégebbi hagyománya, a szerdai utolsó óra táncház most teljesen új programmal jelentkezik. A közönség mostantól a leghányatottabb sorsú magyar közösség a bukovinai székelyek táncait tanulhatja meg olyan profi tanárok segítségével, akik között ott van a felszállott a páva tehetségkutató műsor legutóbbi győztese is. A Fonó ezzel a programmal is nyitni szeretne a társadalom felé, és vidám közösségi élményt nyújtani az embereknek. Egyrészt egyszerű tánc, tehát be lehet vonni laikusokat, és ez mindig célkitűzésünk, hogy új embereket is megszólíthassunk, mert gyakran az az érzésünk, hogy magunkra maradunk a táncház mozgalomba, ami nagyon jó, mert egymás között vagyunk, tudunk szakmázni, belebújni, hogy mikor, mi történik, de azt hiszem, hogy fiatal barátaimmal együtt abban hiszünk, hogy jó lenne, hogy a társadalom is részt tudna ebbe venni, mert a hétköznapokhoz tudna olyan plusz hozzáadni, ami esetleg kicsit följebb görbítené a legalább, vagy legfeljebb vízszintes szájakat, ha esetleg érthető, amit mondok. Úgyhogy ezek olyan táncok, amiket gyorsan meg lehet tanulni, és külön izgalom az, hogy nem csak a tánc, hanem ennek a népcsoportnak a történelme. Ez meg a táncház mozgalomnak egy hiányossága, vannak előnyei is, de mindig azt hangoztatjuk, hogy csak buli, nem számít az értékrend. Ennek van szépsége is, mert egy összekötő kapocs, pártállástól függetlenül. A zene tánc az pártálláson kívüli. Ezt teljes mértékben én is aláírom, és ebben hiszek. De azt viszont tagadom, hogy mindenfajta értékrendtől független lenne, és például a történelem az szorosan hozzátartozik ennek a népcsoportnak a történetéhez. Ezért van, hogy próbáljuk sokkal komplexebben, nem csak tánc kurzusra szűkíteni ezt a tananyagot, hanem ezért van kiállításunk is, amit Kóka Rozáliának köszönhetünk, és énektanítás, és ezért csinálunk államműsort, ahol szintén igyekszünk így pötyögtetni információkat erről az elhallgatott, nem annyira emlegetett sanyarú történelmi pillanatról, ami a bukovinai székelyeknek járt ki 250 év alatt. Na meg! Bajobb, ez egy pártot lát! 5-6, ja, lehet párban gyakorolni, szerintem működhet, jó? Minél többet fogjuk meg a lányok kezét, annál jobb. 5-6-7, és! És nem csak egy különlenti koppantás, hanem rugalmasságot kérek szépen. 5-6-7, és! A bukovinai székelyek többszöri honcserével nehezített történelme 250 éve kezdődött. Páratlanul értékes régies dalaik, meséik, nyelvjárásuk, táncaik megmaradása szép példája az élni akarásnak, a származás és önmeghatározás tudatos igényének. A Fonó művészeti vezetője, a felszállott a pávát elsőként megnyerő Berec István szerint a székelyek tánca korántsem komor, inkább életvidám. A táncokon nem is a sanyarú sors látszik, mert ha meghallgatod, akkor érdekes a székelyeknek a túlélési technikája, hogy nem szomorkodnak, hanem röhögnek. Tehát az, hogy egy ilyen nemzetnek, aki 250 év alatt a történelmi során volt, hanem hogy egy embernek mondjuk az élete alatt egy generációnak kétszer kellett, nem kis kilométereket, több száz kilométereket, ugye indultak ezek csíki, meg udvarhelyi székelyek voltak, egyszer kellett Moldvába költözzenek, utána onnan vagy akik mezőségre költöztek, illetve Dévára, vagy pedig le a Vajdaságba, onnan meg Baranyába, tehát olyan volt, hogy babakocsin kellett, az egész életüket eltolják, és a babakocsi kereke eltört, és kézbe vihették el az egész család az összes holmiát. És utána mégis mi maradt föl bennük a népre, az mit jegyez meg? Elmésebb és viccesebbnél viccesebb anekdotáinka. Tehát nagyon érdekes, hogy ők reagálnak. Ezt a lélektant szerintem mindenképpen meg kell tanulnia a mai magyar embernek is, azt, hogy a nevetéssel, humorral, viccel túl lenni ilyen dolgokon. Visszakanyarodva a kérdésedre, a táncok azok nagyon erősen hordozzák magukon azokat a hatásokat, a német hatást, tehát vannak neki polgáriasú táncaik, vannak nekik balkáni hatás,
alatt álló táncaik, ezek körtáncok, amik inkább a román eredetre utalnak. Ugyanakkor vannak táncaik, amik a magyar táncok, a silladr és a csárdás. De maga ez a táncanyag azért nem a legrégebbi eredetű a magyar táncmozgalomban. Ez a táncházmozgalom, meg táncmozgalomon belül is egy elnyomott, elhallgatott, kevésbé népszerű egység, amit nem nagyon használnak, úgyhogy ez egy kuriózum. Haladókat Fundák Kristóf és Kaszai Lili tanítja, akik a legutóbbi felszállott a páva versenyt szólópáros kategóriában megnyerték. Lili, amellett, hogy kiváló táncos, nagyszerű énekesnő is, így a népcsoport dalkincsét is ő ismerteti meg a táncolókkal. A kezdőcsoportnak is igazi profi tanárok jutottak, Fekete Bence és Almási Berta, a Magyar Nemzeti Táncszínház profi táncosai, akik minden hét közepén várják a táncolni vágyókat. Minden szerdán 7:30-9, utána pedig táncházzal várjuk az érdeklődőket, és február 4-én lesz az eseménynek a záró gálája. 9:00 mesével, énektanítással, énekkel, szeretettel várunk rá mindenkit. Nagy mesemondó fia arra szeretné felhívni a mai fiatalok figyelmét, hogy a néptánc nem valami elavult régi módi foglalatosság, hanem a szórakozás és a buli legjobb formája. Mindenképpen úgy látom, hogy meg kell tapasztalják ezt az éjszakai oldalát. Tehát most lehet beszélgetni a kultúra mindenhatóságáról, meg a hagyományokról, de az, hogy így bulizzon bárki is, tehát na... Azt kell mondjam, hogy meg kell a fiatalokat magával ragadja, belecsöppen egy ilyen társaságban, amikor reggel 6-ig itt toporzékolunk, meg egyszerűen, tehát olyan hangulat van, hogy abban belekóstol valaki, nincs az a fiatal, akit el ne kapna. Tehát már ezer olyan helyzetben volt, ami külföldiek becsöppennek diszkó után, és nem tudják, hogy mi van, és baseball sapkás vidéki fiatalok, akik technózenére töltötték el az addigi életüket, bejönnek, és nem hiszik el, hogy mi van, és jönnek. Ugye mindenképpen azt az oldalát, hogy erre ki lehet kapcsolódni, ez egy nemes, egy tartás, a szórakozás, ha ezt megtapasztalják, akkor az mindenképpen egy olyan érv, amivel szinte semmilyen racionális, meg fölülről fiatalra erőltetett elv nem versenyezhet. Get ready. Szilágyi Júlia Munkácsi díjas textilművész lirai dobozképeiből nyílt kiállítása a Palmetta Design és Textilművészeti Galériában. A 75 éves művésznő karrierje Dániában indult, később azonban visszatért Magyarországra, ahol eleinte bábukkal és marionett figurákkal lépett a nagyközönség elé. A Palmetta Galéria kiállításán felvonultatott dobozba zárt alkotások forrását az apácák aprólékos munkájával készített zárda munkákban találjuk meg. Az idős művésznő újkori témákban alkotott dobozaival erős atmoszférát sugárzó egyedi történeteket hozott létre. A 70-es években Szilágyi Júlia apáca munkákkal ismerkedett meg, és ez olyan nagy hatással volt rá, hogy úgy gondolt, hogy ez a műfaj lesz az, ami az ő életét is meg fogja határozni, hogy mik az apáca, zárda munkák, azok a múlt század, illetve a 18. századtól kezdve működő műfaj volt, amelyet zárdákban hoztak létre, apácák készítették ezeket a szakrális témájú dobozokat. Miközben ezeket a dobozokat készítették kézimunkával sok-sok órán keresztül, egy szakrális időt töltöttek, és elmélkedtek ez alatt, imádkoztak,
Tehát ez egy nagyon szép foglalatosság volt. Vagy egy szent életét, vagy a szent szív, vagy a megfeszítés, tehát csupa olyan bibliai témát dolgoztak fel, ami számukra fontos volt, és ami példaadó volt az ő számukra. Az Árda munkák mindig valamilyen bibliai témát ábrázoltak. A művésznő azonban csupán a technikát használta fel arra, hogy újkori témákat alkosson. Szilágyi Júlia szerint soha nem kezd el berendezni egy dobozt, az összegyűjtött régiségek maguktól állnak össze egy történetté. Szinte az egész élet itt található meg a falakon. Rájött, hogy ezt a műfajt nem utánozni kell, hanem kvázi ő csak ezt a technikát, ezt a keretet használja fel arra, hogy az ő újkori Árda munkáit elkészítse. Mostanában úgy készíti ezeket a dobozokat, hogy a tárgyakat gyűjti, tehát mindenhonnan érkeznek hozzá a különböző tárgyak, és akkor ezekből a tárgyakból egyszer csak összeállnak bizonyos témájú együttesek, és akkor ő megpróbálja azt a téma szerint rendezni. Találhatunk olyan dobozokat is, melyekben egy meseszerű történet elevenedik meg. A dús növényzettel, állatokkal és különböző fényviszonyokkal operáló alkotások szuggesztív erővel mozgatják meg a befogadó fantáziáját. A galéria vezetője szerint Szilágyi Júlia újkori Árda munkái történelmi tradíciói ellenére nagyon is igazodnak a 21. század társadalmához. Az emberekről, a mi életünkről szólnak ezek a dobozok, tehát a babák, a fejek, a bábuk, ezek mind az embereknek a jelenlétét jelenthetik. Ami érdekes még a Júlia dobozainál, és ahogy rendeztük a kiállítást, többféle gondolat is megfordult a fejemben, hogy nagyon érdekes, mert egy-egy doboz olyan, minthogyha egy filmből egy kockát látnánk. A mai világban nagyon túlnyomó részt vizuális képekben kommunikálunk. Tehát a verbalitás az egy kicsit elmarad, és inkább a képek ömlenek ránk mindenhonnan. Ha az ember belegondol, hogy mondjuk egy híradást ha hall, akkor pár kockából kell neki kitalálni és felépíteni az egész mögötte levő tartalmat. Get ready!